zumba egy fitness edzés, tehát latin-spanyol zenékre alapuló kardió edzés, ami ugye egybefoglalja a jó hangulatot, a jó kedvet, és ugye a táncot, meg magát az edzést is. Akkor tulajdonképpen az edzés része különbözteti meg másfajta táncoktól? Igen. Maga az edzés. Tehát ezekbe a táncos lépésekbe bele vannak építve fitness elemek, és ezért is edzésnek számíthat. Előtte te mennyit táncoltál, mennyit zumbáztál, még oktató lettél? Előtte fél évet. És megmondom őszintén, hogy olyan szerelmese lettem, hogy nagyon jól éreztem magam az órákon, és ezt én szerettem volna továbbadni, ezért is vágtam bele ebbe, hogy oktató legyek. Én személy szerint oktatás jelleggel május óta foglalkozok. Az első csapatomat Mezőtúron indítottam be, a Törökszent Miklósi csapat májusban alakult ki, és folyamatosan bővül. És hát szeptemberben kezdtem el Kengyelen is oktatni, és szintén a kengyeli csapatom is folyamatos bővülésnek köszönhetően imádják az óráimat. Van-e különbség a gyerekek és a felnőttek zumba órái, zumba edzései között? Természetesen igen, mindenhol, mind a három városban van gyerek és felnőtt óráim. Különbség annyi, hogy a gyerekeket alaposabban és odafigyeléssel oktatom. Szintén a felnőtt órák is odafigyeléssel történnek, de az egy óra hossza, kevés szünettel és intenzív edzésnek számít. Kengyelre nagyon sűrűn visszajártok, és lelkes buzdítói vagytok például a foci csapatnak és a szurkolóknak. Igen, Törökszent Miklóson még fellépésünk még nem volt, amit szeretnék majd ugye kialakítani. Kengyelen, igen, nagyon sokszor hívnak minket, hál' Istennek ez köszönhető a polgármester úrnak. A foci csapatnak szurkoló táncosai lettünk, ezáltal ugye minden foci mérkőzésre, amit szerveznek Kengyelen, meghívottak vagyunk. Ami még megkülönbözteti számomra mondjuk a többi táncos fellépéstől, amikor ti felléptek, hogy te aktív részese vagy. Így van, aktív részese vagyok minden táncnak. Természetesen volt egy olyan fellépésünk, a Kengyeli Fesztivál, ugye a Büszke Vidék Fesztivál, ott szerepet kaptak egyénileg is, természetesen a gyerekek, tehát ők is megmutathatták saját maguk, hogy mit is tudnak. Mennyire élvezik a gyerekek a képek, amelyek készültek különböző fellépések alkalmával meg itt a próbán, és ez azt mutatja, hogy borzasztóan, és nincs tragédia, hogyha esetleg nem arra lép hirtelen, mint amerre a többiek. Így van, nálam, tehát az én óráimon abszolút nincsen tragédia, sőt a fellépésen se, mert ez nem erről szól. Tehát az én táncaim arról szólnak, hogy egy felüdülést nyújtsanak, ugye akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, és jól érezzék magukat. Abba a környezetben, amiben ugye vannak, amit kialakítanak. Megvannak az alaplépések természetesen, amiket ugye meg kell nekik tanulni, de egyénre kiszabottak lehetnek. Tehát ezért is. És tényleg a képek és maga a videók is tükrözik azt, hogy jól érzik magukat, hiszen erről szól az egész. Kis szórólapon láttam meg, hogy lehet jönni, és ez jó lehetőség volt számomra, hogy így munka után is el tudjak járni. Jók a zenék, jó a társaság, és jók a koreográfiák is. Mennyire fárasztó egy-egy ilyen zumbaóra? Ez változó. Tehát vannak olyan zumbaórák, amik ilyen táncosabbak, meg vannak olyan zumbaórák, amik ilyen fitnessesebbek. Mi a legjobb benne, maga a tánc, vagy a fitness, vagy így mindkettő? Inkább azt mondanám, hogy mindkettőből van egy kicsi, és ez így jó, mert nagyon megmozgatja minden porcikánkat. Aki szeret táncolni, meg sportolni, annak nagyon jó ez a kombináció, de aki csak az egyiket, vagy csak a másikat szereti, annak is nagyon, nagyon tudom ajánlani. Jelenleg Törökszent Miklóson mennyi gyermeked van? Jelenleg 15-20 között folyamatosan csatlakozhatnak hozzánk ugye a gyerekek, semmi akadálya nincsen. Jelenleg a Kiskuti iskolába vagyunk. Ha kicsi lesz a hely, akkor próbálkozunk egy nagyobb termet majd szerezni itt Törökszent Miklóson.
Úgyhogy reméljük, hogy bővülni fogunk. Hogyan lehet jelentkezni, akinek most így megtetszik a zumbázás? A városban van szórólapok kitéve természetesen, illetve ugye az internetes oldalunk, a Reni Zumba Dance oldalon minden tájékoztatás ugye meglelhető, fellelhető. Telefonszám, elérhetőség, minden fent van az interneten, úgyhogy ott is megtalálnak minket, illetve hogy a szerdán meg pénteken vannak óráink, a helyszínen is.